Sziasztok! Totem Oszlop vagyok a GTA 5-ösből! Így kell felugrani mindenképpen, figyeljetek! Automatikusan így kell, ez az! Jaj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 
arra. Ugye, várj egy kicsikét. Ide jövünk. Automatikusan. Jó, már megint Lester, igen, állandóan írja. Fantasztikus ír, igen. Sziasztok mindenkinek! Automatikusan meg fogom mutatni, hogy hogyan kell felugrani ugye autóval. És akkor automatikusan az a 50-es van, és úgy akkor fog menni. Így-e. Nézzétek meg! Juhu! Na, sikerül, sikerül! Ez igen, ez gyönyörű volt. Most ugratásokat fogom mutatni, hogy hogyan csináljuk a GTA 5-ös online-ba. Aja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 j
Juhú! Ez gyönyörű volt. Na, megyünk még egyet. Wow, 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 wow. Ez az! Ez gyönyörű volt, még közben ki is ugrottam autóból. Jaj, hol van az ajtaja? Istenem, összetörtem. Így kell ez, gyerekek, sehogy másképp. Wow, és a táblának neki. Hát ez gyönyörű. Na, gyerünk még egyszer. Így, kicsikét vissza. Na, és most. Sikerül? Ez igen. Na jó, megyünk megjavítsuk a kocsit. Hát ez nem volt valami szép. Ugorjál úgy le. Ez az. Na jó, van még egyet, még egy utolsót menjünk. Úristen, zsaruk. Zsaruk bizony. Na most tesztetek. Hopp, bocsi. Oh. Wow. Hát ez meg hogy sikerül? Hát körülbelül így. Hát ez nagy volt. Lefényképezzük párszor. Na. Óvatosan. Ide nem lehet fölmenni? De hogy nem lehet fölmenni, mindenhol föl lehet menni. Ide leugratunk. Ja, Istenem! Átmegyünk el ide. Jó,
one from the King of Kings, half man, half fish, King Neptune Perry, who killed politician. Politician killer. Nem lehet ide fölmászni? Dehogy nem lehet, minden lehet! Mi az, hogy nem lehet? Pollution is a curse. And God said, let's curse pollution and put pollution in reverse. And after we curse pollution and give pollution no bread, no butter. Because pollution in the gutter. Ez igen, komplett. 44-esem, 44 van, igen. Automatikusan akkor úgy működik, igen. Aha. Szóval akkor ez így működik. 44-et kell még megcsinálni abból. Na jó. Most már tényleg megyünk megjavítani az autót. Már kint van a kerek. Várj egy kicsikét, amarra. Na mi van, itt fogok körözni? Hát ez nagyon úgy néz ki, akkor csak a tetőn keresztül lehet. Elvileg. Megyünk vissza. Hoppá. Lifestyle Management to remind you that we have a wide range of luxury and specialty vehicles available for delivery. We look forward to helping you soon. Goodbye. Komolyan! Meg kell nézni. Pegasus. Az hol van az a izé Pegasus? Pegasus. Várjál, megnézzük, hogy van-e még lóvink. Akkor hova kéne menni a Pegasus? Ez micsoda? Jaj, ez nem az. Pegasus, 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 Pegasus. Hát hol van az amúgy? Nem tudom. Akkor itt van talán. Pegasus. Na mindegy, megnézzük az autókat, milyen autók vannak is. Annyi. Ah, ez most olcsóbb. Szóval olcsóbb. Gondolkozok olyan, hogy kéne valamilyen verdát ezen kívül még amúgy venni. Ez sem rossz autó. Jó, elvileg most, hát ugyebár a versenyek vannak állandóan, lehet, hogy valamilyen versenyautót kéne vásárolni. Itt van az a, nem, ez a Nagasaki Carbon, Nagasaki. Csak 40 ezer? Hát, simán tudnánk venni, de most nem fogok költeni, 145 ezeret megint összekuporgattam. Nincsenek olyan üzők, autók, úgy látszik, hogy nincsenek. De itt vannak fönt. 1.995.000, 1.735.000, 2.000.000. Azt a 700-át. Nekem ezt tetszik amúgy. Szép autók minden esetre, az biztos. Na, hol van az a Pegasus?
sincs itt, más sincs. Akkor talán kéne valami más. Gyerekek, hogy ilyen álmos tudok lenni. Hát ez jól néz ki, mit mondja. Ez tényleg olyan... olyan kényelmes lehet minden, nem tudom. Ennyibe kerül amúgy itt ilyen. Nem lehet venni, vagy mi? Jó. Hát nem arra szép. Rásítok egyre, nem igaz, hát távos vagyok, vagy mi? Nem aludtam a leget, megint basszus. Nem baj, menjünk. Ott van. Hú, de nagyon messze. Minden nem hiszem, hogy nagyon el lehet oda menni. De itt van. Állítok rá egy üzemmenetet. De meg kell javítanom az autót először. Azt meg itt láttam valahol, hogy volt itt valami spray. A spray jelenti a térképeken amúgy a javítás. Mármint az autómű helyett. Én úgy emlékszem, hogy ennek az utcának valahol a végén van az. Valaki már nagyon megy arra, ott az a fehér pötty a térképen, az egy online játékost jelent. Aki azért már, ahogy elnézem, kőkeményen húz arra felé a event valami felé. Azt nem tudom pontosan milyen event amúgy. Mindig menjünk. De nem arra. Nem arra ment. Úristen, mi történt? Nőnek vagy mi a franc? Hát ez igen. Nem semmi. És akkor oda kell menni egészen. Hoppá. Ez szép volt. Erre tapsot kérek. De most nincs egy ajtó. Ha itt lőni kell, gyerekek, akkor engem úgy ki fognak lőni, mint a pisztolygolyót. Az biztos. Van egy ilyen lila zóna. At least two pliers. Hát ezt nem értem. Néz ki, hogy ez valami ketten kell, hogy menjünk erre. Hát akkor ezzel úgy látszik nem fogok itten szórakozni. Ha nem. Hol van az a javító? Ott volt valahol.
Ja, itt volt a javító. Hát akkor ezt fogjuk most útvonalként bejelölni, mert ide valahogy nem akar senki se jönni erre az eventre. Úgyhogy erre főzünk egy babfőzeléket. Hát én nem fogok ott várni arra, hogy valaki még ide jön. Úgy látom, hogy nem is jön ide senki. Lehet, hogy nem ad valami sok RP-t, vagy éppenség lóvét, és azért inkább nem éri meg ottan ácsogálni meg. Majd este felé élőszám olyan PvP megint, hogy az nem igaz. Szarásig fog minden lőni meg mindenki. Nem megyünk harcolni, de elvileg visszatérhetünk. Tudom, melyik szerelő már így... Azt az ajtót helyre kell hoznia, úgy magától nem törik ki a Kuruma Armorednek az ajtaja. Csak hát én marha, amikor repültem, de az a videóban is lehet látni majd, hogy ahogy repültem, kiugrottam belőle, az ajtó kinyílt, és ahogy leestem valójában, úgy a... autó valójában, ahogy leesett, úgy egyszerre beletörött az ajtó is. Karim Kurum Armored, hölgyeim és uraim! Nagyon szépen néz ki. Így most már szebb lesz. Looks better. Bizony, hogy 80-asnál lesz jobb fék. Ez nem, ez mikor lesz? 90-esnél lesz jobb motor. Hát ezt nem fogom vizelni, robbantani. Milyen zenéje legyen? Hát ez nem, muzikál. Na jó, ez maradhat, ezzel nem is fogok vizelni csinálni semmi. Ez maradhat, ez is. Plate, az jó, totem, az vagyok én. Skirt, az sem, spoiler, az megvan. Ezt vettem meg 71-esnél. Ez is megvan 70-esről. A turbó csak 100-as. A wheel, az maradhat, nekem tetszik, ez így nekem bejön. Windows. Ja, és a respray. Na, hogy néz ki így? Hogy rajta legyen a... az az embléma, amelyik csapathoz tartozom. Egyelőre megmarad a fekete izgalom. Jó, ajtó vissza. Operálva. Úgyhogy elvileg azt hiszem, hogy pihenésképpen... Nem, megyünk még Simeonét. Simeone kell. Ja tényleg, az izé Pegasus az mit is? Föl lehet őket hívni, a Pegasust. I'm
I'm sorry, all of our operators are helping other clients. Please call back later. Hány operátorotok van, gyerekek? Összesen fél? Nem lehet titeket felhívni? Na jó, van akkor Simeon. Simeon általában ráj. Hello? Hello. This is Simeon. What's up? Kéne munka. Sure, my friend. I'll send you the details. Köszi. Jaj, de jó, meg is adtál, meg itt már izé beállsz. Na, szomjas vagyok, de nagyon. Ja? Ő mindig SMS-ben küldi a melót. E-mail lenyomozható állítólag. Egyedül akarok menni. Egyedül akarok lenni. Nem kérek semmiféle segítséget Simeon missziókhoz. Na. Na mi van? Be vagyok rúgva, vagy mi van ott? Na. Anyát kikapcsolom a zenét. Steal the cars. Akkor megyünk kicserélni autót. Be kell ülni egy izébe. Másik jönne, csak nem az a kettő autós misszió, azt nem szeretem, de az elsőt muszáj megcsinálni valójában, azért, hogy mehessé aztán választani missziókat. Ez mindig így van Simeonnál. Na. Húzzunk bele babám, bogaram, mit tudom én valamelyik kettő közül. Ez jaj, ez a feeling, mikor így beleandalézok a másik Verduszba, hát az nagyon jó. Rendesen így érzem a gyomromba akkor, főleg ezen a 7.1-es fülhallgatóval a fejemen, meg aztán végképp. Surroundra van kapcsolva a game, a hangzás van, érted bazmeg? Olyan, hogy hú, néha. Teljesen hallom a izőt, hogy elsúlnak valami mellett. In stereo anlage. Pedig ez nagyon úgy néz ki, hogy ez lesz az a miniomos negyed, ahol két Verduszt kell elmangelni, de mind a kettőnél külön-külön, ahogy hozod el, rád kapcsolódnak a zsernyákok. Tehát le kell rázni, és nem mondom még egyszer, meg kétszer kell lerázni. Azaz, itt egy kanyar jobbra, így. Na jó, egy kicsikét ki kell gyújtolni, mert minden, mindenleg neki megyek. Jaj, Istenem. Na, 3, 2, 1. És már beindult a rendőrhajsz a két csillaggal. Hoppá, meg oromba jön. A két csillag megállt, tehát a zsaru észrevett. És már nagyon mászik a seggembe. Ott még mindjárt kettő. De hogy állok meg, azért, hogy elkapjatok. Isten meg a mencs. Két csillag villog, úgyhogy nem sokára lesz valami. Csak sikerül lerázni. Aztán akkor viszem Simeonéhoz kocsit. És utána mehetek vissza a következőjén. Hopp. Most nem tudtam melyik hova akarok kanyarodni. Elvileg már 3, 2, 1 és eltűnik. És nem tűnt el. Na jó. Nagyszerű! És megvan. Most húzzunk a 75-ös szint felé. Most vagyunk a 74 és félen. Simeone.
Ennyi nem. Ennyi nem. Én nem vagyok hülye, te vagy hülye, hogy pont arra jössz, amikor missziókat csinálok itt. Első Verdus leadva, megyünk egy kocsit csípünk. Ide rendeljem a mechanical ajzőt. Nem rendelem ide a mechanical. Betörjük ennek a, hát egyik se valami hűde márkáns autó. Megfújjuk ezt. Megszorult bennem még a izé is, hallod. Hirtelen, ahogy Amonnan, meg Eminnen, majd megindult az a két Verdus, hallod, az totális izé volt. Mámor. Ezt azért kaptad. Mondjuk ennek egy semmi között nem volt ahhoz az ütközéshez, de akkor is. Valakinél muszáj kiélni magamat. Nine. Újra kanyar, kis utca. Még mindig tart a buli. Akkor ide leparkolunk, ahonnan elhoztuk. Ott van az én autóm. Uti. Így van, totem. Elcsípjük ezt a kabriót is. Ajtó becsuk. És kanyar, és kanyar. És megint ránk fognak ragadni a zsaruk. És megint menekülhetünk előre. Szűk utcán. Jó. Jobb is, hogy letértem. Ezt ösztönből csináltam valójában, tehát ez totálisan ilyen ösztönös dolog, hogy mondom. Le kell térni, mert amonnan is fog jönni zsaru. És hogy volt? Úgy volt. A szélére ne zavadzálják a forgalomnak. Na most hova fog kanyarodni? Most már abszolút mindegy, hogy hova. Szakadná le egy izé ruhaszárító kötélen te. Hogy ott lombadáznál. Hú, de ráálltam ott arra az őr. De megvan. Jó. Thank you my friend, ahogy szokta mondani Simeone. Ha egy biznisz összejön, azt mondja, hogy ezért, tehát lőni nem is kellett, nyomunk egy like-ot és egy continue. Landing strip, blow up, stocks and scares. Nem tudom, nem-e a kocsikat kell onnan izelni, főrobbantani. Akkor marha messzire kell menni. De lehet, hogy valami más lesz. Nem nagyon ismerős a nép. Hard. Oké. Start play. Szól a Def Leppard, marha jó. Ezért is letilt az
Egy kicsikét webkamera állítás, így. Nagyszerű. Ja nem, ide is rakott mindjárt a kikötőbe. Hát ez jó. Oké. Go to the Meriwether office. Jaj, ezt tudom melyik. Ez itt hol állítottál marha lövős és marha sok minden van itt? Hallod? Itt komandós hátán, érted? És ami a legérdekesebb benne, hogy úgy van megcsinálva az ajtó, hogy még ide véletlenül is tudják kurumával bemenni. De én ha jól emlékszem, akkor találtam egy olyan izét, megoldást erre, hogy hátulról be lehet menni ebbe az épületbe. Először itt kint lelajstromoljuk ez a vagást. Így, marha jó. És utána pedig lelövünk mindenkit. Ha csinálunk itt kerülőt. Csinálunk itt kerülő. Megnézzük, hogy honnan lehetne betörni ide. Hát innen, barátom. Can't see you. Én se látlak téged, de azt tudom, hogy valahol itt vagy. Fuck you. Azt tudod mondani. Oké. És addig engedjük bele, még van. Mi nem lesz fullba izébb operált. Ennek ki kéne nyílnia. Mondom, hogy szeretem ezt a game-et. És akkor kurumával megtesszük, amit kell. Headshotokat például. Hogy ma már lett, nem ám belőtök ide az üvegen. Wow, bizony, úgy a segget belövök egy jó. Tudod, ha már kinyírtad, akkor már nem fog benned kárt tenni. Csak úgy csattog a korláton a izé. Lövedék. Úgy a headshot. Hopp, az robbanjon. Egyszerű. Úgy de sokan vannak, istenemre mondom. Ja, az csak valami felakasztva oldalra az izére. Hopp, de én ne nagyon álljanak itt ezek mellett, mert ez így nagyon nem lesz jó, ha ez itt főrobban. Egy kicsikét erre. Itt van valahol. Ez az, nehogy nekem fölmászom, mert az nem jó. Csak vigyázzunk kurumára, nehogy belefordulunk a vízbe. Ezek ezen a szinten vannak, mert azokat az ellenségeket, amelyik ott pirossal mutassa a térkép, ha van rajtuk valamilyen háromszögféleség, akkor az automatikusan azt mondja, hogy az autó oldalra megyik. Meg te is amúgy. Még valahol van egy izé partizán. Ajaj, még itt is van partizán, aki headshotot érdemel. És szerintem még itt valahol bújkál. Nagyszerű headshot. Oké. Ez is jó. Honnan ereszti belém a vizőt töltőnyeit? A 700-at a talián világnak. Azok ott termelődnek, vagy mi? Ez ugye nem robban. Az nem. Hol van ez a macho system? Valahogy úgy érzem, mintha itt lenne. Minden esetre a főső emeletre fog kellene felmenni, és azt tudom garantáltan, hogy kocsival az nem fog menni.
Jó, hát még itt megpróbálok kifüstölni mindenkit. Azt viszont megint csak fölfogtam némileg, hogy... Aha, nem emelet. Eszméletlen sokan vannak. Jézus Mária! Hát mondom én. Itt kilingelhetnénk egészen tavaszig. Tudod, énnek van egy olyan negatív tulajdonsága is, hogy valójában ez idő alatt lehet, hogy megcsináltam volna két Simeone, de ez akkor is izgít, tudod? Úgy, a ordíts, az sokkal jobb lesz, biztos. Könnyebb meghalni. A ordíts, az nem igaz. Még honnan andalíznak állandóan? Eszméletlen sokan vannak. Mondom. És ezt még vagy 5000-szer el fogom mondani, mert ez így van. Jó hangja van. Hogy beleeresztek egyet, kettőt, hármat, négyet. Na. Akkor szerintem a kocsit itt kell megállítani. És azok már elvileg, azok már fent lesznek. Nem, jönnek még. Megvárom őket, nincs mese. Megy rá a pucihoz. Körülbelül ilyen fej magasság. Körülbelül majdnem eltaláltam. Akkor a következőnél, de mindegyik más magasságú. A lúzer, ha tudod ki. Kocsim épségbe. De csak a világítás alatta, ugye? Remélem nem ismerne, az legyen aztán, hogy hoppá. Na jó. Kocsimat eleget juggattátok. Most már kiszállunk. És amint kiszállok, azonnal jönnek sokan. Így hiába fogom becélozni, nem fog tudni lőni. Take him down, akkor kam. Ez érdekes szituáció, szóval. A 700-at ott kint andalézik és jön be. Vagy nem. Na az végre megindulta. Na gyere be. Gyergi! Ez az. Hát ilyen nincs, ez mondom, ez karácsony. Ez olyan szerintem, hogy ketten-hárman itt lent abricsák a dolgot, a többi az pedig szépen, illetve nem, az az egy, az meg felmegy ott a lépcsőn, érted? És minden apait, anyait beleadva. Ez hol? Igen. Most már megyünk fel.
Mert így soha nem lesz vége. Most vagyok egy színbe velük. Ki kell lőnöm szerintem, vagy nem tudom, hogy kell tölteni. És most kell hackelni a terminált. Csak ez most kérdés, hogy nem-e fognak én velem szembe jönni, és közben kifüstölni, míg én hackelek. Mert én nekem ez nem tetszik ez a hang a háttérben, úgyhogy hack connection. 3143. Csináld, csináld, baby, csináld. Nem látom a 31, de valahol lát. Lenyád így. Ja, egeret nem mozgassuk. Jaj, de nem tetszik ez a közeli hang. Ajtót becsukni nem lehet? Ahogy, hogy nem láttam meg. Te! Jobb lesz valami 14 inventory-ból. Body armort, super heavy armor, és még zabálni is jó lenne. Energy UV-t kell tölteni. Lehet, hogy az a másik jobban felnyomná az energiát, nem tudom pontosan ez, de... Te is, akkor én is. Loser a nagymamát, tudod ám. Itt nem. Nem lehet átlőni ezen, hallod? De hogy nem. Hát ez hasznos volt. Na mi van? Hallod, ez marha egy izé. És Istennek se fognak kijönni onnan, én nem látok nagy izét, se kolbász se. Ez marha hasznos volt. Inventory, body armor, és nincs már egy csodám. Akkor egy standard armort, meg egy super lightot rálövünk még. Itt pedig a snacksbe megpróbálunk egy Ego Chaser-t megenni, vagy mit, kólat, elkóla, és föltöltötte az energiát. Ajtótól visszapattant? Hát ez nagyon baba, hallottam a nyögését, hallod? Hát ez nagyon jó volt. Na ennek már legyen vége, gyerekek, mert egy már agyamra megy, hogy már nincs is itt több. De van, beadtam neki egy headshotot. Die!
nem jó. Én nekem ide kell elbújnom. Innen látom őket, hogy jönnek. Nem bírom orba találni. Na most megyünk hackkelni. Vagyis crackkelni. Nem igaz. Szóval D-vel akkor nyomom erre. Addig, amíg nem kezd el vibrálni, csak pontosnak kell lennem. Így, és most A-val vissza. Aha, Istenem. Most már megint kiabálnak, úgyhogy fognak följönni. Szólj meg, hát pontosan oda kell tekerni arra a francra. Így ez még jó, de ott vigyáznom kell. Vissza kell menni A-val. Megint eltúrom. Hát nem igaz. Ide. Jó, most vissza. És 90-e is félnél kezd el remegni, úgyhogy csak ide. Jó, most D-vel megyünk megint. És apránként. Juhú! Kinyitottuk. Most az a cél. Az a cél, hogy autómba beüljek. Úgy a pofára, marhaszék. Becsukódott, nagyszerű. És most húzhatunk. Ez nagyon durva egy mission volt, de ezt mondjuk beeresztünk egy fejlövést. Így, még ha úgy reptébe is, de... Hallod, ez izgi volt. Kettes ajtó nyílik ki. És most húzunk innen a jó büdösbe. Hallod, ezt még partiba se úgy igazán sikerült ezt a missziót úgy megcsinálni annó, de hogy még egyedül. És most meg aztán sikerült. Hallod, nagyon vad.
Ezek itt már csak fingó legyek. Jó, de egy kis kanyaros teszek. Odafel akármi is lesz. Nagyszerű. Van itt még valaki? Te is hallj meg te. Csúnya. Így. I'm alright. Hopp, két kerék, tolat. Így. Leráz elő. Jó, mehetünk. Fantasztikus. Ez vadító volt. Ez nem jó. Hú, ez nem semmi misszió volt, srácok. Na jó, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még annál is jobban tetszett, akkor csatlakozzatok a YouTube Totemoszlop csatornámhoz. Sziasztok!